Szuper. Üdvözlök mindenkit! Én Egri Zsolt vagyok, egy pár percig még várunk, hogy mindenki be tudjon csatlakozni, és akkor egy 5 perc múlva, 6 óra 5 perckor kezdenénk neki a webinárnak. Hát addig is, hogy ne üljünk itt csendbe. Az egyik kollégámmal fogunk egy kicsit beszélgetni. Sziasztok! Varga Richárd vagyok, a WebSaver Kft. Marketingese. Üdvözlök mindenkit! Mivel is töltsük ki ezt az 5 percet? Ricsi, mesélj róla, hogy mióta dolgozol nálunk, mivel foglalkozol? Én 2016. októberében érkeztem, gyakornokként. Majd főállásba most novemberbe kerültem marketinges pozícióra, illetve HR osztályvezető helyettes. Úgyhogy közel másfél éve vagyok a csapattagja. Szuper. Úgy tudom, hogy te elég nagy rajongója vagy a Star Wars-nak. Ez így van. Imádom, kivéve az utolsó részt, mert az nagyon nem tetszett. Az nagyon nem tetszett. Pont erre akartam rákérdezni, de akkor már ne menjünk tovább ezen a sikamlós témán. Okay. Egyébként, Ricsi, te szoktál esetleg használni ezt a rendszert, amiről most majd a webinár fog szólni egyébként a mindennapi munkádba? Igen. Tehát ugye ez a Ladybird marketing rendszer. Hát ezt szinte minden nap használom, hisz egy elég nagy adatbázisunk van ebben a rendszerben felvéve. Többek között a hírleveleket is innen küldöm minden héten. Statisztikákat, kimutatásokat ugye innen nézzük hetente, hisz havonta küldünk ki kérdőíveket, ugye ügyfélelégedettségi felméréseket, különböző felméréseket, hogy ugye mindig tudjunk reagálni az aktuális esetleges fel, hát nem is annyira problémákra, hanem lehetőségekre, amik esetleg így az ügyfelénket is érdeklik. De elég sokrétű. Nem merném azt mondani, hogy 100%-ban ismerem ezt a rendszert, de ugye ezt a mai előadónk majd Edu fel fogja vázolni, ő azért nagy májára a dolog. Hát igen, Edu már azért elég sok ügyfélnek és kollégának is segített az e-mail marketing beindításába. Közben egy kis közérdekű közleményt mondanék, hogy lehet nyugodtan kérdezni, viszont a kérdésekre majd csak az előadás végén fogunk válaszolni, vagyis hogy fog Edu igazából válaszolni, és akkor meg is tudja mutatni, hogyha a rendszerrel kapcsolatos bármi kérdés van, akkor élőben most meg is tudja mutatni a válaszokat. De addig is nyugodtan fel lehet majd tenni, hogyha időközben felmerül egy kérdés, akkor nyugodtan lehet nekünk írni. A webinár szoftveren keresztül, amit igazából mi is még ismerkedünk vele, de hát bízom benne, hogy mindenki megtalálja ezt a funkciót, de ha esetleg nem, akkor e-mailbe is lehet akármikor írni nekünk. Így van. Beszélgessünk egy kicsit a hírlevél küldő rendszereknek a fontosságára, vagy mi alapján érdemes egyébként választani is. Ugye már sok embernél fontos az ár, de hát tudjuk, hogy ha valami olcsó, akkor annak nem biztos, hogy tehát valószínűleg ott már lehet gyanakodni, hogy ott lehetnek gondok. Ugye ez kifejezetten egy bérelt rendszernél fordulhat elő, de le is fejleszthetünk egy ilyen hírlevél küldő rendszert, ami eléggé macerás lehet, főleg ha
ha nem senior fejlesztőkkel dolgozunk. Viszont ha már bérlésre adjuk a fejünket, akkor azért érdemes odafigyelni pár dologra. Például egyáltalán, hogy lehet-e automatizálni. Be lehet állítani, hogy az előre megírt leveleket az bizonyos időpontokba előre kiküldje, vagy lehet-e kérdőívet kiküldeni, ugye ez is nagyon fontos, kampányokat felépíteni, többek között ugye például a frissen feliratkozó ügyfeleknek, de ugye egy több lépcsős e-mail kampányt fel lehet állítani. Igen, de ne vegyük el a edukenyerét, ne menjünk bele ennyire a részletekbe szerintem. Én úgy látom, hogy mostanra már jó néhányan megérkeztek, és szeretetek köszöntök minden újonnan érkezőt. Gyorsan még akkor annyit összefoglalóképp, hogy akkor hamarosan, tehát egy percen belül indul a webinár, amit a szakértő kollégánk fog tartani, amiben ugye gyakorlati oldalról mutatja be a e-mail marketing fortéjait, és a végén lesz majd lehetőség kérdéseket feltenni, amire szintén élőben fogunk válaszolni. És akkor most át is adnám a szót Edunak, és bele is kezdenénk akkor a webinár tartalmi részében. Jó, hát akkor engedjétek meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem. Üdvözlök mindenkit, Tanád Emedvár vagyok. Vágjunk is bele akkor a Ladybird marketing rendszernek a megismerésébe. A képernyőn jelenleg mindenki láthatja, hogy miről is lesz szó itt nagy vonalakban. Átváltom a képernyőt az aktívra, és már mondhatom is, hogy mivel fogunk kezdeni. Tehát a ladybird.hu weboldalt, hogyha mindenki megnyitja, akkor velem együtt tud haladni, hogyha szeretne, és akkor közösen tudunk dolgozni. A Ladybird marketing rendszerről annyit kell tudni, hogy ezt a programot bárki tudja ingyenesen 7 napig tesztelni. Mi most ebben az ingyenes verzióban fogunk dolgozni, és megmutatom, hogy hogyan lehet benne eligazodni, egyszerű kiküldéssel dolgozni. Az ingyenes fiókot a ladybird.hu per konzultáció fül alatt fogjuk elérni, ez a menüsorban itt lent lesz az ingyenes próbaikonnál. Itt az adatok megadása után fogjuk majd megkapni a hozzáférésünket, így hogyha ezt megadjuk, azonnal megkapjuk a belépésünket. Rendben, igen. Az ingyenes próbacsomagunkat hamarosan megkapjuk. Gmail-es fiókra kértem ki, amely már meg is érkezett. A bejelentkezést a system.ladybird.hu weboldalon tudjuk megtenni. A megadott e-mail címmel és a rendszer által generált jelszóval tudunk bejelentkezni. És ezzel el is érkeztünk a Ladybird marketing rendszernek az üdvözlő képernyőjéhez. Itt az első, amivel találkozni fog mindenki, a generált jelszónak a lecserélésével fogjuk kezdeni. Ez nem kötelező, viszont javasolt ennek a lecserélése. Rendben, haladjunk is tovább. Rendben, ezután pedig a személyes adatokat kell megadni. Ugyebár én itt megadtam a nevemet, az e-mail címemet és a lakóhelyemet. További adatokat most jelenleg én nem fogok megadni. Haladjunk tovább. Itt elérkeztünk az alapértelmezett e-mail beállításokhoz. Ez azt jelenti, hogy a feladó neve, a feladó e-mail címe és a válaszcím. Ezek azok az adatok, amelyeket az e-mail kiküldése után a címzet fog látni. Tehát, hogyha mi beállítjuk a feladó e-mail címének az itt megadottat, vagy az általunk meg beírtat, akkor azt fogja látni. És a válaszcímnek nem kötelező ugyanazt beállítanunk, tehát egy teljesen másik e-mail címet is tudunk beállítani, ahova külön fogjuk majd fogadni az e-mail címet, az e-maileket.
Én azt most jelen esetben így fogom hagyni, és haladunk tovább a következő beállításra. Az egyéb beállításokkal találkozunk, hogyha szépen sorba megyünk, az alapértelmezett megerősítő levél. Ez a megerősítő levél az azt jelenti, hogyha felveszünk egy címzettet a Ladybird rendszerbe, bármilyen módszerrel is, akkor ez a címzett fog-e kapni megerősítést arról, hogy ő szeretne ebben a címzett csoportban részt venni. Én ezt javasolom, hogy mindenki kikapcsolt módban használja. Most nem fogunk kampányt létrehozni a mindenki címzett csoportnak, így ezt is üresen hagyjuk. A felhasználó felvétele címzettként, tehát a saját e-mail címünket felvenni, ezt is kihagyjuk, üresen hagyjuk. A hiányzó leiratkozási link figyelmeztetés pedig mindenki hagyja bekapcsolva. Ennek az a lényege, hogy amikor létrehozunk egy küldeményt, vagyis egy e-mailt, amit kiküldünk majd az ügyfeleinknek, akkor ez a küldemény nem fog tartalmazni alapértelmezetten egy leiratkozó linket, ahol az olvasó el tudja dönteni, hogy a továbbiakban szeretne értesülni hasonló információkról, vagy szeretne ilyen levelet kapni. Ezt nekünk kell mindig manuálisan elhelyezni. Így ezt az értesítést hagyjuk bekapcsolva. Jobb oldalt pedig látjuk azt, hogy hogyan tudjuk kezelni az e-mail címeknek az adatait. Tehát, hogy milyen oszlop sorrendek lesznek. Az első oszlopban az e-mail cím, második oszlopban a név, harmadikban pedig a mobilszám, az utolsó oszlopban pedig az utolsó módosításnak az ideje. Ezek a beállítások, ezek így megfelelőek, ezért én megyek a beállítások mentésére. Szuper, sikeresen beállítottuk, kezdődhet is a munka. Bejelentkezés után a kezdőla fogad minket, ez fogja minden bejelentkezés után fogadni önt is. Itt lehet látni a megrendelésre vonatkozó adatokat, a jobb oldali boxban a megrendelő információkat, itt a csomaginformációt, és hogy mennyi kiküldési egyenleg van hátra. Valamint a legutóbbi tevékenységükről is itt lehet információt kapni, a szerkesztett küldeményekről, a legutóbbi kiküldésekről, és hogy milyen előre ütemezett kiküldések vannak. Valamint egy grafikont arról, hogy a címzettek feliratkozásáról. Rendben, most pedig nézzük meg a menüsorokat röviden, hogy mit hol találunk, és hogy mire való. Haladjunk szépen sorban a mit menüponttal. Ebben a menüpontban a küldeményekhez tartozó eszközöket fogjuk találni. Többek között itt lehet a sablonokat is kezelni, magukat a küldeményeket, ez legyen akár hírlevél, vagy bármilyen SMS, valamint a küldeményekhez tartozó egyéb funkciókat is itt lehet megtalálni, például a kérdőívek, a hivatkozások és egyéb naptár bejegyzések, amit be tudunk illeszteni a küldeménybe. A kinek menüpont, itt találjuk a címzettekhez tartozó funkciókat, itt tudjuk őket kezelni, szerkeszteni, külön-külön csoportba rendezni őket, sokféle módon tudjuk importálni és exportálni az összes címzettünket, és tetszőlegesen tudunk címzetcsoportokat egyedi adatmezők által is létrehozni. Az egyedi értékek alapján pedig egy nagyon jó egyedi célcsoportot tudunk létrehozni, és így célzottan tudunk mindenkinek levelet kiküldeni. Hogyan menüpontban itt tudjuk kezelni a kampányokat, valamint a létrehozott küldeményeket, és a címzett csoportoknak is itt tudunk kiküldeni levelet. A küldés az többféle módon megtörténhet, ez lehet előre megadott dátum, akár azonnali kiküldés, vagy lánceseményként egy adott dátumhoz rögzítve. Például a címzett feliratkozás után bekerül egy küldemény sorozatba, például, hogy minden nap fog kapni egy-egy e-mailt. Bizonyos várakozási idővel együtt. A statisztika menüpontban részletes naplózásokat láthatunk a küldeményünknek a kiküldéséről, a kérdőívnak a kitöltését is itt látjuk, valamint a küldeményben szereplő hivatkozás kattintásokról is itt látunk információt majd a későbbiekben. Valamint részletes statisztikákat láthatunk grafikonon keresztül, ahol láthatjuk a címzettek leiratkozásának az intervallumát, a küldeménynek az olvasottságát, a kiküldéséről, valamint a kérdőívre adott válaszokat is itt tudjuk megtekinteni. Ezeket a statisztikákat pedig le tudjuk menteni, PDF formátumban is később ezeket tudjuk elemezni, hogy milyen sikerességgel jártunk el a különböző küldeményenként.
Az admin menüpontban az adminisztrálni tudjuk a felhasználókat, hogy kik férhetnek hozzá a Ladybird fiókunkhoz. Itt egyedi csoportokat tudunk létrehozni, és ezáltal jogosultságrendszert lehet kialakítani. Valamint itt lehet még szerkeszteni a projekteket. A Ladybird rendszerben a projekt az azt jelenti, hogy fizikailag ez ilyen különálló egységek, ahol teljesen különbözőek lehetnek a címzettek, a csoportok, a küldemények és minden kampány, amit szeretnénk létrehozni. Tehát ez majd csak nem azt jelenti, hogy több különböző Ladybird fiókot kezelhetünk egy rendszeren belül, tehát egy bejelentkezés alatt. Ez például olyanoknak lehet hasznos, olyan vállalkozóknak vagy cégeknek, akik különböző profilokkal szeretnének megjelenni az üzleti világban. Legvégül pedig a beállítások menüpont. Itt ugyanazokat a beállításokat tudjuk megadni, mint amit az elején mi beállítottunk, tehát a feladó válaszcím, valamint a stílusokat tudunk beállítani a címzett leiratkozásokor, milyen stílusú oldalt lásson, vagy amikor adatot módosít, vagy a kérdőívnek milyen legyen a stílusa. Rendben, most akkor röviden átnéztük, hogy melyik menüpont alatt milyen információkat és milyen funkciókat rejt a Ladybird. Most nézzük meg azt, hogy hogyan tudunk címzetteket felvinni ebben a rendszerben, és hogyan tudunk majd nekik később kiküldeni egy e-mailt. Különböző módszerekkel tudunk címzetteket felvenni, ez a kinek menüpontban érhető el, és nézzük először a kézi címzett felvételt. Ez a kinek, címzettek és címzett felvétele menüpontban található. Ugye a kezdeti lépéseknél a saját címünket nem vettük fel, ezt pont ezért nem tettem meg, hogy most ezt fel tudjuk venni. Látható, hogy milyen adatmezőket tudunk felvenni, ezek az alapértelmezett adatmezők, és itt lent lesz majd az extra adatmezők, amit egyénileg lehet beállítani. Erről majd a címzett csoportoknál lesz még szó. Tehát én most felveszem ide a saját e-mail címemet, amivel beregisztráltam. És itt van ugye a megerősítő levél. Ezt is beállítottuk az elején, hogy ne küldjön levelet a felvett címzetnek. Ez maradjon így, hogy ne küldjön neki levelet. Mentsük el. Amint ez megvan, meg lesz az első címzettünk a Ladybird-ben, így már tudunk kiküldeni neki számára leveleket. Ezután majd meg fogjuk nézni azt, hogy hogyan tudunk importálással és űrlap segítségével címzetteket rögzíteni a Ladybird-be. Pillanat. Rendben. Tehát a saját e-mail címem az már rögzítésre kerül. Itt van, hogy a címzett feliratkozási ábra, a grafikon, tehát látható, hogy az aktuális hónapban, februárban itt történt 6-án egy feliratkozás, ezzel nagyon jól lehet nyomon követni, hogy milyen sorrendben, milyen ütemben iratkoznak fel az ügyfelek például. Tehát most felrögzítettük manuálisan, most nézzük meg, hogy hogyan tudunk importálással felvenni címzetteket. Itt a szituáció, ami gyakorlatosabbá teszi ezt a webinárt. Tegyük fel, hogy önnek már van egy saját e-mail címlistája, itt van egy Excel táblázat, most nekem ebben a táblázatban csak 4 darab e-mail címem van, és ezt szeretném én bevinni a rendszerbe, de nem manuális módszeren, hiszen az sokáig tartana. Tehát most ezt az Excel táblázatot fogjuk beimportálni a Ladybird rendszerbe, őket egy címzett csoportba rendezni, és ezt majd ki fogjuk küldeni. Ezt az importálást a kinek menüpontban érjük el. Itt van az import és export, és egy új import létrehozására kell kattintani.
Rendben, tehát itt láthatjuk az importálásnak a megadható adatait. Az importálás neve, az import neve az most az lesz, hogy táblázatból. Az import típusa pedig, címzetteket szeretnénk importálni, igen, ez így jó lesz. A címzetcsoport, ahova szeretnénk ezt kiválasztani, létrehozunk nekik egy újat, ez pedig legyen a feliratkozók. A megerősítő levél az megint csak ne küldjön levelet, tehát ne kapjanak levelet. Az e-mail cím ellenőrzés pedig az legyen bekapcsolva. Ez azért lesz jó, hogyha valakinek hibás az e-mail címe, tehát inaktív állapotban van, vagy már megszűnt, tehát nem tudunk neki levelet küldeni, akkor a rendszer ezt jelezni fogja piros zárójelben, hogy ez az e-mail cím hibás. Az import módja, file feltöltéssel fogjuk elvégezni, ugyanis itt az Excel táblázatunk. Kiválasztom. A file típusa Microsoft Excel, ez így rendben van, a karakterkódolás automatikus. Adatmezők az első sorban, ez legyen kipipálva. Ennek az a lényege, hogyha van egy táblázatunk, amiben e-mail címek, nevek és további információ, adatmezők találhatóak, akkor nagyon fontos tényező az, hogy a táblázatnak az első sorában mindig az adatmező neve szerepeljen. Tehát ne úgy kezdődjön a táblázat, hogy már az első táblázat első sorában, első oszlopban egy e-mail cím szerepel, hanem legyen megadva, hogy itt az e-mail cím van ebben az oszlopban, ebben az oszlopban pedig a keresztnév, vezetéknév, telefonszám, lakcím, és így tovább, és így tovább. Ennek meg is van az oka, az importálás során ezt meg is fogom mutatni. Ez így rendben van, mentés és import futtatása. Az egyes munkalapról szeretnék importálni, az úgy rendben van, tovább. És itt lesz fontos, hogy az adatmező az első sorban legyen, ugyanis össze kell rendeljük a mezőket. Ugyanis vannak az importálandó mezők és a lehetséges mezők, amit a rendszer felismer a táblázatból. Látjuk itt a vezeték nevet, azt már fel is ismerte, valamint a keresztnevet. Az e-mail cím oszlopot nem ismerte fel, így ezt manuálisan fogom kiválasztani a táblázatból, ez az e-mail cím lesz. A kulcsértéknél pedig ezt fogom bejelölni az importáláshoz. Az import az így megfelelő, továbbra kattintok, ezután egy előnézeti képet látok az importról, hogy így fog kinézni, beimportálja a vezetéknevet, keresztnevet és az e-mail címet. Rendben. Az importálás az elindult, ez folyamatban van, itt a név alatt látható az óraikon, ami a háttértevékenységeket jelzi, és látható, hogy a táblázatból import futtatása folyamatban van. Addig, míg az importálás folyamatban van, addig mutatom, hogy hogyan lehet űrlap segítségével importálni címzetteket. Itt az alapesőt megint csak, hogy tegyük gyakorlatiassá, van egy weboldala, ahonnan szeretnénk a látogatók e-mail címeit elkérni, és beinvitálni őket a Ladybird marketing rendszerbe, hogy később tudjunk nekik küldeni bármilyen ajánlatot, híreket, új szolgáltatásról, bármilyen értesítést. Szeretnénk ide beilleszteni a feliratkozó formát a keresés alá, hogyan is tudjuk ezt megtenni. Generálnunk kell először is egy űrlapot, ezt a kinek, űrlapok menüpontban találjuk, létre kell hozni egy új űrlapot. Az űrlap neve az legyen az, hogy feliratkozás. Az űrlap mezőiben pedig kipipálhatjuk, hogy milyen mezőket szeretnénk bekérni. Én most jelenleg csak a keresztnevet és az e-mail címet kérem be, és mindegyiket kötelezővé teszem, hogy együtt adja meg. Ezután pedig mentés és származtatás. Itt az űrlap típusa az publikus elérésű űrlap legyen, és a származtatott űrlapnak egy külön nevet kell megadni, ez pedig a feliratkozás legyen. Rendben. Itt láthatjuk, amit fontos nekünk beállítani a származtatott űrlapnál, mielőtt kigenerálnánk a kódot. Be kell állítanunk, hogy a felhasználók, akik feliratkoznak, melyik címzetcsoportba kerüljenek majd bele.
ki kell választanunk egy általunk létrehozott címzetcsoportot, ez most a feliratkozók lesz. Az űrlap a feliratkozók pedig szintén nem fognak kapni megerősítő levelet. A stílusnál pedig a nincset válasszuk ki, ugyanis majd ha beillesztjük az oldalnak a kódjába, akkor felveszi majd annak a stílusát. Kattintsunk a mentésre és a generálásra. Megkaptuk a HTML kódot, ezt másoljuk ki, és menjünk vissza a weboldalunkra. Ez egy WordPress alapú oldal, tehát ide szeretnénk az oldalsába beilleszteni. Tehát én most szerkeztem az oldalamat. És ide hozzá fogok adni egy új widgetet, egy alkalmazást, ez pedig az egyéni HTML lesz. És ezt a kereső is funkciónál szeretném elhelyezni. Ide a tartalmi részbe pedig beillesztem a HTML kódot, amit a Ladybird kigenerált. Mint látható, jobb oldalt már meg is jelent az előnézeti módban. Elmentem. Szuper, meg is jelent. Látható, hogy az oldalnak a témáját az felvette, tehát amiért nem kell aggódnunk, hogy esetlegesen az oldal témájához nem fog passzolni ez a generált űrlap. Itt pedig én fel fogok iratkozni egy e-mail címmel. Amit szeretnék rögzíteni. Rendben, még folyik az e-mail címnek a beküldés a Ladybird marketing rendszerbe, addig nézzük is meg, hogy az előző importálás lefutott, de úgy látom, hogy az feliratkozás sikeres lett, ki is írta, hogy sikeres feliratkozás, beküldésre került az e-mail cím, ez nagyon szuper. Tehát láthatjuk, hogy az importálásunk befejeződött, ugyanis a feliratkozók csoportba bekerült 4 darab címzet, ami nekem a táblázatomban volt, ez itt is van, plusz már itt is van a feliratkozó forma megadott e-mail cím is a weboldalról. Ez is megvan. Rendben. Most tartunk egy pár perces szünetet, és folytatjuk tovább azzal, hogy hogyan tudunk a már meglévő címzet csoportunknak küldeményt, vagyis e-mailt kiküldeni számukra. Rendben, akkor amíg Eru előkészül a második felvonásra, addig végül is megkérnék mindenkit, hogyha esetleg van kérdése, akkor nyugodtan írja meg nekünk, akár itt a chatbe, akár e-mailbe, valamint hogyha valaki szeretné kipróbálni a Ladybird-ot, akkor a ladybird.hu oldalon ezt, ahogy Edu mutatta, ugye megteheti. Így van. Illetve az elmúlt hetekben a hasonló témában írtam 2 blogbejegyzést is. Ugye az első, hogy hogyan gyűjtsünk adatbázist, illetve hogy hogyan válasszunk ki egy ilyen hírlevélküldő rendszert. Ezt a chatben meg fogom osztani mind a kettőt, és tényleg bármivel kapcsolatban, akár Ladybird, akár ezek a marketing témák, bátran írjatok, és igyekezni fogunk válaszolni szinte azonnal. Igen, szuper, Ricsik, nagyon jó, hogy felhozta ezt a témát, ugyanis szeretném a hallgatókkal, nézőkkel megosztani, hogy igazából nálunk az egyik legfőbb stratégia az, hogy ugye a hírlevél, amit kiküldünk, az általában nem csak pusztán egy levél, hanem
a tartalmi résznek általában egy része az a blogunkon található. Tehát legtöbb esetben ugye úgy néz ki a folyamat, hogy megírunk egy blogot, és gyakorlatilag a hírlevél, amit kiküldünk, az azt tartalmazza, hogy mégis mi a legfontosabb ezzel a blogbejegyzéssel kapcsolatban. És hát ennek ugye stratégiailag van jelentősége abból a szempontból, hogy ezzel gyakorlatilag ugye látogatókat hozunk vissza a weboldalunkra, ami végül is az egyik nagy célja ugye annak, hogy adatbázist építettünk, és annak, hogy e-mail marketinggel foglalkozunk, hogy ugye aki már korábban kapcsolatba lépett velünk, az ne feledkezzen meg rólunk, hanem újabb impulzusok érjék velünk kapcsolatba, és időről időre ugye visszalátogasson a weboldalunkra. Így van. Jó, közben jelzett Edu, hogy elkészült a következő felvonással, akkor folytatnánk is a webinár gyakorlati részét. Rendben, vissza is tértem, most pedig folytatjuk azzal, hogy hogyan tudunk a címzetjeinek hírlevelet kiküldeni, tájékoztatni őket az esetleges információkról. Mi vágjunk is bele most. Tehát a küldeményt, az e-mailt, a meet menüpont alatt találjuk, küldemények, e-mail létrehozása. Első lépésünk a megfelelő tájnak a megadása, tehát ez befolyásolja azt, hogy mit szeretnénk kiküldeni az olvasóinknak, a feliratkozóinknak. Jelenleg én most egy bemutatkozást fogok kiküldeni a teszt e-mailemben, tehát a címem is az lesz, a tárgy, hogy bemutatkozunk. A tárgymezőben ezen kívül tudunk dinamikus elemeket beszúrni, ez legyen akár vezetéknév vagy keresztnév. Ez azt jelenti, hogy a tárgymezőben például tudunk olyan adatokat megadni, például kedves Péter, ne maradj le, mai nap webinárunk lesz. Például egy ilyen tárgymezőt is össze lehet hozni a Ladybird marketing rendszeren keresztül, de ez teljesen egyénire lehet leszabni. Valamit itt tudom még az alapadatoknál csatolmányt is a levélhez hozzáadni. Most ehhez a levélhez én nem fogok csatolmányt beszúrni, haladok is tovább a szöveg szerkesztésre. És ugye el is érkeztünk az e-mailnek a legfontosabb részéhez, hogy hogyan is nézzen ki. Ez egy nagyon fontos dolog, amit a Ladybird rendszeren belül az az első lépésünk, amit be kell állítanunk a küldeménynél. Ugyanis alapértelmezetten egy üres fehér sablonunk van, ezért éppen nekünk ki kell választani a sablonok közül, ez a sablonok megjelenítése gombban hozható elő, és itt láthatjuk a beépített sablonokat. Most kiválasztjuk egy sablont, és itt látható a szerkesztető területeknek az összepárosítása. Mivel jelenleg egy üres sablonnal dolgozok, így a fejrész, a tartalom és a lábrész az jelenleg nem tartózkodik ebben a sablonban, tehát csak a levéltörzset tudom kiválasztani. Ez majd akkor lesz igazán érdekes, amikor valaki egy egyéni sablont fog létrehozni, amely HTML alapú, akkor már ugyanis ott létre kell hozni a fejrészt és a lábrészt is a tartalom mellé. Tehát jelenleg én a mezőket csak így fogom összerendelni, és leokézom. Látható, hogy megjelent a három szövegtörzs, ahol mi információkat tudunk beilleszteni. A szöveg szerkesztő terület az úgy hozható elő, hogy van itt ez a papír rajta a ceruza ikonnal, meg is jelenik, hogy szerkesztés. Ha erre kattintunk, akkor tudjuk szerkeszteni a szöveget. És ezzel egy időben felül meg is jelenik három menüsor, ami 100%-ban hasonlít a WordPress, a Microsoft Word-nek a kezelő felületéhez. Tehát itt nem fogunk nagyon elveszni, tehát a formázási segédletek azok nagyon hasonlóak lesznek a Word-höz. Ami egyedi itt, az a dinamikus elemek, amit már a tárgymezőnél mutattam, és itt is be fogok mutatni, miután kiküldtük majd az e-mailt. Tehát itt most a felrészbe én el fogom helyezni azt, hogy kedves ügyfelünk,
és az ügyfelünk részhez minden címzetnek a saját keresztnevét fogom majd beilleszteni. Ehhez pedig kijelölöm az ügyfelünk szót, és itt a harmadik menüsorban a dinamikus elemekre kattintok, és kiválasztom a keresztnevet. Itt ugye felajánlotta nekünk, hogy a dinamikus elemeknél, hogy amennyiben a címzetnek a keresztnév mezője üres, akkor itt lesz egy megadott érték. Ez azt jelenti, hogy ha valamely címzetünket úgy importáltuk be a táblázatunkból, hogy nem volt meg a keresztneve, csak az e-mail címe, akkor neki ez a mező üres lesz. És hogy ne úgy menjen ki neki ez a levél, hogy üres lesz, hogy kedves és felkiáltójel, ezért egy alternatív értéket kell megadnunk azért, hogy neki is megjelenjen megfelelően az üzenetünk. Tehát idején most az ügyfelünk szót fogom megadni, amennyiben nem rendelkezik a címzett keresztnevével az importált táblázatunk alapján. Tehát látható, hogy be fogja illeszteni a címzettünknek a keresztnevét, amennyiben nem rendelkezik vele, az ügyfelünk szóval fogja ezt helyettesíteni. Rendben. A szövegtörzsbe pedig én most beélesztek egy előre megszerkesztett levelet, amit Word-ben szerkesztettem meg. Ez azért is jó, mert hogyha Word-ben megszerkesztem a levelet, minden formázást megőriz, amit én ide bemásolok. Ezáltal nagyban megkönnyíti a munkánkat az, hogyha előre Word-ben elkészítjük, ott elmentjük, és ezután már csak be kell élesztenünk a Ladybird rendszerbe. Az én levelem most csak annyiról fog szólni, hogy megköszönöm, hogy feliratkozott a weboldalamon. Tehát kedves ügyfelünk, köszönöm, hogy feliratkoztál a weboldalunkon. Engedd meg, hogy figyelmedbe ajánljam cégünk legújabb termékét, melyet ezen az oldalon tudsz elérni. Hamarosan küldünk még neked majd bővebb információt termékeinkről, szolgáltatásainkról, és még kiegészítettem pár érdekességgel ezt a levelet. Tehát most a szövegtörzsünk az készen van. Az elején említettem, hogy minden e-mailbe fontos elhelyezni a leiratkozó linket, erre emlékeztet is minket a program. Ezt a leiratkozó linket a dinamikus elemek menüben találjuk, ez a harmadik menüsor elején van. Ezt kiválasztjuk, és itt lesz legalul, hogy a leiratkozási link. Látható, hogy ez be is beszúrásra került ide. Én ezt most középre fogom igazítani. Rendben, el is mentem a küldeményt. És kattintsunk az e-mailnek az előnézetére, az pedig itt lesz található. Láthatjuk, hogy a leiratkozó link az már megjelent a levélnek az alján, ezt majd a kiküldés után fogjuk tudni letesztelni. Itt jelenleg a megszólítás azért nem működik, mert még nincsen aktív címzettünk, akinek ezt kiküldtük volna, így ezt automatikusan a Péter megnevezéssel helyettesítette be a rendszer. Rendben, most pedig küldjünk ki egy teszt e-mailt, tehát küldjük ki tesztben ezt az üzenetet. Ezt most a saját e-mail címemre kiküldöm. A küldemény pedig sorba helyezésre került. Addig, amíg ennek a kiküldése folyamatban van, nézzük meg azt, hogy hogyan tudjuk a küldeményünket vagy azonnali módon eljuttatni a feliratkozóknak, a címlistánknak, vagy hogyan tudjuk egy későbbi időpontban ezt eljuttatni hozzájuk. A kiküldést a hogyan menüpontban találjuk, itt lesz az egyszerűsített kiküldés. Itt három lehetőségünk van. Először ki kell választanunk a küldeményt, amit szeretnénk kiküldeni, az e-mailt. Itt vagy a dupla kattintás fog működni, vagy pedig a sor végén a zöld gombra kattintva tudjuk hozzáadni a küldeményt. Ezután ki kell választanunk egy időpontot. Itt az időpontnál nagyon fontos odafigyelni arra, hogy amennyiben bármilyen szerkesztés vagy módosítás történik, és a beállított időpont már korábbi, mint a jelenlegi időpont, mint jelen esetben,
18:39 percet mutat, de a számítógép órája már tovább ment rajta. Tehát itt mindig figyeljünk, hogy egy legalább 1-2 perce későbbi időpont legyen beállítva, még az azonnali kiküldésnél is. Tehát én most beállítok egy 2 perccel későbbi kiküldést, ezután pedig ki kell választanunk, hogy melyik csoportnak szeretnénk ezt a levelet eljuttatni, ezt a feliratkozók címzett csoportnak fogom kiküldeni, tehát itt is vagy a dupla kattintás, vagy pedig a sor végén a zöld gombra kattintva tudjuk kiválasztani. Láthatjuk, hogy a kiküldés beállításait az alapértelmezetre fogja beállítani, tehát a feladó neve az enyém lesz, valamint az e-mail cím is, és a válasz cím is. Rendben, kattintok a küldésre, igen, szeretném kiküldeni. Látható, hogy a küldeményünk, tehát az e-mailünk az rögzítésre került. Ez pár percen belül meg is fog érkezni. Addig, amíg ennek a levélnek a kiküldése folyamatban van, addig beszéljünk egy pár percben arról, hogy a Ladybird milyen csomagkonstrukcióban érhető el, tehát hogyan lehet ezeket megrendelni, és hogy mik tartoznak hozzá. A ladybird.hu weboldalon a csomaginformációk, ez a mennyibe kerül menüpont alatt lehet megtalálni. Jelenleg 3 darab csomagban érhető el, de amennyiben valakinek sokkal nagyobb csomagra van szüksége, természetesen egyedi árajánlatot tudom biztosítani. Tehát nézzük szépen sorban, haladjunk a kicsitől a nagyobb csomag irányába. Tehát röviden, amit tudni kell a Ladybird mini csomagról, a táblázatban látható is, hogy mely funkciók érhetőek el benne. Ebben a csomagban 4000 darab e-mail kiküldésére van lehetőség havi szinten, és ennek a csomagnak egy éves konstrukcióban érhető el a fizetési módja, ez pedig bruttó 15.240 forint. Ami érdekesség ebben a csomagban, hogy ez egy nagyon egyszerű csomagösszeállítás. Tehát ebben a címzetek száma valóban nincsen korlátozó, viszont az importálási lehetőség az csak fileból működik. Látható, hogy itt a címzetek exportálása még nincs benne, nem tudunk extra adatmezőket felvenni, és a csoport kezelés, tehát az egyéni címzett csoportokat is, tehát sem tudunk létrehozni ebben a csomagban. Valamint a projektek száma is egy darab, és a felhasználók száma is, tehát ez egy nagyon minimális csomag, és ebben nem tudunk létrehozni követő kampányokat, tehát az automatizálás az már csak egyen nagyobb csomagban lesz elérhető. Tehát ez egyszerű kiküldésre, például havi egy, tehát hírlevélnek a kiküldésére ez a csomag ez megfelelő. Ha haladunk tovább, a Ladybird Smart a következő, ez már dupla annyi kiküldést tartalmaz, és funkcióban már jócskán beelőzi a mini csomagot. Látható, hogy itt ebben a csomagban már tudunk SMS küldeményeket is kiküldeni a címzetjeinknek, amennyiben rendelkezünk a telefonszámukkal. Itt már minden funkció elérhető, amit a Ladybird magában rejt, 8000 darab e-mail kiküldéssel együtt. A projektek száma az, ami itt már nagyon fontos, amiről már korábban beszéltem, hogy itt 3 darab projektet, tehát akár 3 darab különböző felületet tudunk egyszerre egybelépés alatt kezelni, és ezáltal 3 különböző felhasználó is tudja egyszerre ezt használni. Ebben a csomagban már tudjuk kezelni a követő kampányokat, tudunk kérdőíveket létrehozni, és kiküldeni a feliratkozóinknak, a címzetjeinknek. A statisztika teljes terjedelmében elérhető, és a naptár események, valamint a beépített sablonok száma is jóval több. Ennek a csomagnak az ára és a konstrukció az elérhető fél évesben is, ami bruttó 19.050 forint, az éves konstrukciója pedig bruttó 30.480 forint. És alatta pedig látható, hogy mennyibe kerül az SMS küldeménynek az ára. Ez azért fontos, mert alapértelmezetten a csomag nem tartalmaz SMS egyenleget, így ezt csak utólag tudjuk feltölteni az egyenleget, feltöltés után. Ha haladunk viszont a Ladybird XXL csomag felé, akkor láthatjuk, hogy ez a csomag már jócskán beelőzi az elődjeit, ugyanis 56.000 e-mailt tudunk havonta kiküldeni
ez egy nagyon nagy szám. És ebben a csomagban minden szinte korlátlanul elérhető, a support idő is nagyon sok, 3 óra az előző csomagokhoz képest, ami 1 óra volt. A projektek száma az itt nagyon fontos, hogy 8 darab projektet, tehát akár 8 darab különböző üzleti arculatot tudunk ide felvezetni. Tehát különböző projekteket tudunk itt véghez vinni, és a felhasználók száma is korlátlan, tehát ez már akár a nagyobb vállalatok is tudják nyugodtan kezelni. És itt is minden funkció elérhető, mint a smart csomagban, követőkampányok, kérdőívek, statisztikák, naptáresemények. Ami nagyon fontos, hogy a beépített sablonok, az 2-szer annyivel rendelkezik a Ladybird XXL csomag. Tehát 50 darab beépített sablon érhető el benne. Ez a csomag viszont elérhető egyébként dupla, tripla és sokkal nagyobb kivitelezésben is. Ennek az ára a sima verziónak az éves konstrukcióban bruttó 50.800 forint, fél évesen pedig 30.480 forint, és láthatjuk, hogy itt az SMS-ök ára az már jóval olcsóbb. Itt is ugyanígy működik, tehát előre kell feltölteni az SMS egyenlegünket. Ami nagyon fontos megjegyezni a Ladybird-del kapcsolatban, hogy egyedi sablonokat azt saját magunk is létre tudunk akár hozni, de ebben mi is tudunk segítséget nyújtani. Ez azért jó, hogyha nekünk például nem tetszik a beépített sablon, amit a sablonok között találunk, és szeretnénk egy egyedi arculatunkhoz passzoló képet mutatni magunkról a hírlevélben, akkor ezt tudunk létrehozni. Ez minden esetben HTML alapú, és ez azért jó, mert így a címzetjeink látni fogják, hogy tényleg szeretnénk elérni őket, nekik megfelelő egyszerű küldeményekkel küldjük ki a hírlevelet számukra. Rendben, és amit szeretnék még itt megemlíteni a csomaggal kapcsolatban, hogy az ingyenes tanácsadás a kezdéshez az mindenki számára elérhető. Aki most jelenleg a webinárt nézi, vagy később még becsatlakozik, annak nagyon szívesen segítünk, ingyenes konzultációt biztosítunk, amennyiben érdekli a rendszer, és szeretné azt kipróbálni, majd később élben megrendelni, azoknak természetesen biztosítjuk a konzultációt, és amennyiben valaki ezt most szeretné megtenni, tehát időpontot egyeztetni, arra most van lehetőség a cseten keresztül, a munkatársaim segítségével lehet időpontot egyeztetni, megbeszélni, hogy mikor lenne alkalmas. Ez a konzultáció annyit jelentene, hogy telefonon keresztül és TeamViewer kapcsolaton keresztül, tehát a távoli asztal kiszolgálóval segítek a programot használni és beüzemelni, ezáltal tudjuk elindítani az email marketinget az ön vállalkozásában, vagy az éppen induló weboldalában. Közben ellenőrzöm, hogy megérkezett az e-mail üzenetünk, és hogy ez folyamatban van-e még. Igen, látható, hogy a kiküldés az jelenleg folyamatban van. Akkor még várunk, és meg is érkezett az üzenet. Látható, hogy megérkezett az üzenetünk, kedves ügyfelünk, látható benne minden tartalom, amit mi elhelyeztünk, és a végén pedig egy leiratkozó link. Most ezt a linket próbáljuk ki, hogy hogyan működik. Igen, itt jelen esetben most hibás paraméter. Ez azért, mert ez a teszt e-mailünk volt. Még mindig várunk arra, hogy megérkezzen az éles küldeményünk. A küldemények kiküldéséről annyit említenék meg, hogy az azonnali kiküldés az nem azt foglalja magában, hogy egy gombnyomásra akár 5, 10 vagy akár 100 000 e-mailt ki tudunk küldeni minden címzettünknek. Itt minden esetben ez úgy működik, hogy kiküldési sorba veszi a rendszer, és szépen folyamatosan a küldést azt ő sorra veszi, és haladni fog a kiküldés. Ez egyrészt azért is jó, mert így a küldőrendszerünk nem fog spam listára kerülni, így a küldő szerverünknek a jó lesz a küldési aránya, tehát nem lesz az a probléma, hogy bereportolják, hogy ez az e-mail cím, vagy a küldő szerver az spam jellegű tevékenységet folytat. És ez nagyon jó lesz. Rendben, most nézzük tovább. A kiküldésünk folyamatban van, rendben.
addig mutatom, hogy milyen statisztikákat tudunk elérni. Megnézzük a küldési statisztikánkat, amit egyébként itt is megláthatunk. Tehát láthatjuk, hogy a Ladybird már statisztikában rögzítette a kiküldés nekünk. Itt mutatja, hogy volt egy sikertelen kézbesítésünk, 4 pedig sikeres küldés volt, tehát a kampányunk, amit most mi időzítettünk, az 80%-ban sikeres volt. A hivatkozás olvasottságát még nem látjuk, ugyanis a kiküldés az még jelenleg folyamatban van. Egyébként, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van cseten, az nyugodtan tegye fel. Szívesen válaszolok bárkinek a feltett kérdésére, bármilyen egyéb funkcióval kapcsolatban, ami esetleg őt érdekelni, amire kíváncsi, hogy elérhető-e ebben a rendszerben, vagy hogy hogyan lehet bizonyos dolgokat megvalósítani. Rendben. A teszt e-mailünk az megérkezett, viszont az éles küldemény az még folyamatban van. Addig is bárki, aki szeretne esetleg most időpontot egyeztetni, az nyugodtan tegye fel. Látom, hogy érkezett egy kérdés. Egy pillanat is nézem is. Az oldalra akár gif-eket is be lehet építeni. Zsolt Szilágyi. Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Mármint az oldalra úgy érti ön, gondolom, hogy a küldeménybe, tehát a sablonba tudunk-e gifeket beilleszteni. Ez mindenképpen megoldható, viszont annyit tudni kell erről, hogyha valaki egy küldeménybe beilleszt bármilyen képet, vagy mozgóképet, videót, akkor a távoli fél, aki megnyitja azt a levelet, elsősorban engedélyeznie kell, hogy megjelenítse a tartalmat a küldő féltől. Ez rendszerint Outlookban vagy Thunderbirdben ez megjelenik. A Gmail esetében, vagy ilyen külső szolgáltatók esetében, ahol a webmail elérhető, ez ott meg szokott jelenni, viszont a kliensek esetében ott legtöbb esetben engedélyezni kell azt, hogy a külső tartalom az megjelenítésre kerüljön. Amikor ilyen külső tartalmat tölt fel valaki, akkor mindig oda kell figyelni rá, hogy a küldemény létrehozásánál a Ladybird rendszerre legyen feltöltve a kép vagy egy beillesztett videó. Ez azért fontos, mert hogyha egy ingyenes hosting oldalra töltjük fel a képünket, akkor nem biztos, hogy a megbízhatóságot fogja tükrözni ez. Mert hogyha ide mi beillesztenénk egy képet, ami itt a képbeszórása funkcióval érhető el, akkor itt látható, hogy URL alapján is tudunk feltölteni egy képet, ez akár egy bármilyen külső oldalról, vagy a weboldalunkról szeretnénk beilleszteni képet, akkor azt meg tudjuk tenni, viszont a kliensek esetében mutatni fogja, hogy erről az oldalról a küldő szeretne megjeleníteni tartalmat. Viszont, hogyha mi a Ladybird rendszerbe töltjük fel, tehát a fájl hozzáadását választjuk, akkor az magára a Ladybird tárhelyére fog felkerülni, és mutatni fogja, hogy a küldő szerveren keresztül érkezik a képnek is az engedélyezése. Tehát ez valamilyen szinten azt jelzi, hogy tényleg valid az e-mail küldés, és hogy nem káros tartalmat szeretnénk eljuttatni. Úgy látom, hogy érkezett még kérdés.
pillanat is nézem. Mekkora melléklet csatolására van lehetőség a küldeményeknél? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ezt a küldemény létrehozásnál tudjuk beállítani, amit az e-mail adatainál tudunk hozzáadni későbbi szerkesztésnél. Egy pillanat, és be is tölti. Igazából korlátozás nincs a csatolmány hozzáadásánál, de amire figyelni kell, hogy a küldeménynek van egy bizonyos mennyisége, tehát megabyte foglaltsága, amit a fogadó félnek le kell töltenie. És amikor ő megkapja ezt a levelet, akkor látni fogja, hogy ehhez nagyméretű csatolmány érkezett, és nem tudja eldönteni, hogy ez egy valid kiküldése. Valamint a csatolmánynak a mérete az még nagyban befolyásolja, hogy mekkora spam értéket fog elérni a küldemény. Amire nagyon fontos odafigyelni, mert hogyha magas spam értéket hoz össze a küldeményünk, akkor nem biztos, hogy minden szolgáltató befogadja majd ezt az üzenetet. Tehát tegyük fel a Gmail, a Citromail, az Indomail és hasonló szolgáltatók, nem biztos, hogy a magas spam pontszámú leveleket be fogja fogadni majd. Tehát a csatolmányt azt itt lehet hozzáadni, ez lehet akár kép, dokumentum, videó, bármilyen állomány, egy Word dokumentum is, akár egy Excel táblázat, amit tudunk csatolni a leveleinkhez, akár árajánlat is, amit tömegesen szeretnénk kiküldeni, tehát nagyon sok lehetőségünk van erre. Látom, jött még egy üzenet, László. Sziasztok! Üdvözöllek, László! Rendben. Szóval úgy látom, hogy a webinárunk az lassan a végéhez közeledik. Amennyiben bárkinek bármilyen kérdése lenne még, az nyugodtan tegye fel, vagy hogyha későbbi alkalommal szeretné ezt megtenni, akkor a support@ladybird.hu e-mail címre küldje azt el, vagy a webszerveres telefonszámon elérhet engem, ami a weboldalon elérhető. Bármilyen kérdése van, akkor nagyon nyugodtan tegye fel. Úgy látom, jött még egy e-mail, hogy a blogbejegyzésről lemaradtam. Hol találom, a hogyan gyűjtsünk e-mail címlistát? Költség hatékonyan. Köszönöm. Ezt a blogbejegyzést a webserver.hu oldalán fogja megtalálni. Ugyebár a webinár felvezetését ezzel kezdtük meg. Ez a webserver.hu blogmenü pont alatt található. És itt a második cikkünk lesz az, hogy miért fontos az adatbázis gyűjtés. Ezt én majd válasz üzenetben el is küldöm, hogy biztosan meglegyen. Bocsánat, hogy bele is szólok, de egyébként a chaten megosztottam mind a két blogbejegyzést, tehát onnan bárki elérheti majd. Jó, jó, rendben, szuper. Köszönöm szépen. Rendben, akkor úgy látom, hogy az meg is lett válaszolva. Nézem, hogy van-e még bármilyen kérdés, amire tudnék válaszolni. Jó, rendben, rendben. Úgy látom, hogy nem érkezett több kérdés, akkor így el is érkezünk a webinárunknak a végéhez, és akkor még egyszer megemlíteném, hogyha bárkinek kérdése van a későbbiekben, vagy szeretne velem telefonon keresztül egyeztetni a Ladybird használatával kapcsolatban,
hogyan tud importálni, vagy bármilyen elakadása van, akkor annak nagyon szívesen segítek. A support@ladybird.hu e-mail címen elérhető vagyok, valamint a webszerveres ügyfélszolgálat telefonszámán keresztül is, és ott tudunk egyeztetni időpontot, hogyha valakinek valami fix időpont lenne alkalmas arra, hogy a rendszerről beszélgessünk, és annak a használatát bemutassam, és az egyéb kérdésekre tudjak válaszolni. Rendben, hát akkor én nagyon szépen meg is köszönném a figyelmet mindenkinek, hogy itt a webinár gyakorlati első részében velem tartott. Ez azért első rész, mert a következő részben majd be fogom azt mutatni, hogy hogyan lehet automatizáltan használni a rendszert. Hogyan lehet egyéb funkciókat kihasználni ebben. Gondolok itt arra, hogyha valaki automatikus kampányokat szeretne létrehozni a weboldalon feliratkozó látogatóknak, hogy ők automatikusan bekerüljenek egy láncreakcióba, hogy kapjanak folyamatosan üzeneteket, hogy látjuk, hogy még nem vásároltál, stb. Stb. Vagy be fogom még azt is mutatni egyébként, hogy hogyan lehet AB tesztelni küldeményekkel. Ez azt jelenti, hogy egy címzetcsoportnak ki tudunk küldeni kétféle küldeményt is. Ez azért nagyon jó, mert itt le tudjuk tesztelni azt, hogy melyik küldemény volt a hatékonyabb, a hatásosabb, hogyan tudjuk jobban elérni az e-mail címlistánkat. Erről előre szó majd a következő részben. Pontos időpontot ezzel kapcsolatban még nem fogok kihirdetni, mindenkinek az e-mail címére majd el fogjuk küldeni ezt, tehát értesíteni fogok mindenkit, aki szeretne erre is eljönni. A jelenlegi webináról a felvétel az meg lesz, így utólag ezt bárki visszakereseti, ezt is e-mailben el fogjuk küldeni, és végig lehet rajta majd menni, és az esetleges felmerülő kérdésekre majd utólag is tudok válaszolni. Köszönjük szépen, Edu, ezt a remek előadást. Szerintem nagyon érthető volt, és élvezhető, és remekül összefoglaltad a Ladybird kezelésének alapjait. Most egyébként a kollégáim időközben minden résztvevővel felveszik a kapcsolatot chaten, és hogyha valaki esetleg úgy látja, hogy szeretné ezt Eduval egy konzultáció keretében megnézni, hogy az ő weboldal, az ő üzlete esetében ez hogy tud működni, akkor lehetőség van akár most is időpontot egyeztetni ezzel kapcsolatban. És hát érdemes ezt most megtenni, amikor még friss a gondolat, és amikor még benne vagyunk ebbe a dologba. Én nagyon gyakran kerülök olyan szituációba, hogy elmegyünk egy konferenciára, vagy egy kiállításra, és hát tudom, hogyha nem cselekszek azonnal, hogyha nem teszek valamit azonnal, akkor azok az ötletek, amik ott megszülettek, azok ötletek maradnak sok esetben. Éppen ezért gondoltuk úgy, hogy most itt adunk mindenkinek lehetőséget arra, hogy időpontot egyeztessünk. Jó, hát én szeretném mindenkinek megköszönni a részvételt, és azt, hogy velünk tartott így munkaidő után ezen a webináron, és hát remélem, hogy hasznos volt. Még maradjatok velünk akkor az időpont egyeztetések kapcsán, és hát köszönjük szépen a figyelmet, és köszönjük Edőnek a remek előadást. Nagyon szívesen.